Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, halálos kimenetelő közúti közlekedési baleset történt Jászladány és Százberek között a kora délutáni órákban. Egy motoros csapat közlekedett Jászladány irányából Százberek felé 2022. május 12-én a kora délutáni órákban. A motorosok három személygépkocsi előzésébe kezdtek, azonban az utolsó jármű manőverét már nem tudta befejezni, ezért egy szemből közlekedő személygépkocsinak az útpatkára kellett húzódnia. Az útpatka eldobta a személygépkocsit a szemközti forgalmi sávba, ahol összeütközött egy szemből érkező személygépkocsival. A személygépkocsi sofőrje halálos kimenetelű balesetet szenvedett.